annyit szeretnék mondani, hogy nagyon nagy örömömre szolgált, amikor meghallottam, hogy Kati hajlandó eljönni ide Ottawába. Szerettem volna, hogy eljönjön hozzánk. Ez meg is történt. Bejön Kati az ajtón, elbeszélgetünk, és egy bizonyos ponton azt gondoltam, na most kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Képzeljük el, hogy valakivel nem találkoztunk évtizedeken keresztül. Csak egész kisgyerekkoromban találkoztam Katival, és nagyon szeret, nem is mondjuk, hogy ez hány évtized volt, és nagyon szerettem Katit. Nagyon-nagyon okosnak találtam, felnéztem rá, idősebb is volt, és mindent... Már nem az. Csak egy kicsit volt idősebb, de kicsi korban az nagyon sokat számít. És mindig mindent tudott, szóval ebben se csalatkoztam, mert utána is rájöttem, hogy most is mindig mindent tud. Szóval egy ponton azt mondtam, hogy elmondtam, mi a lány nevem, és vártam, most reménykedtem, hogy na most emlékszik rá, vagy nem, mert nekem könnyű emlékezni rá, mert igazság szerint, amikor még otthon voltunk, akkor többé-kevésbé, mikor hallottuk, hogy Kati, jaj, de örültünk, és akkor követtük, hogy na most mit mond Kati a rádióban, vagy a televízióban. És aztán, akkor bemondtam a nevem, mint egy szikra, Kati tudott mindent, mindenre emlékezett, kiderült, hogy még az én életemet is valamennyire követte, hát teljesen pafoltam ettől, mondom, ezt nem tudom elképzelni, de ez így történt. Már de várjál, de nem mondtad, hogy te vagy te, hanem megkérdezted, hogy egy sólyom beát ismerek-e. Na jó, hát aztán nem ismertél el? Hogy az arcon 60 nem... év után. Azért arcról nem ismert fel, de amikor, amikor bemondtam a nevet, akkor jött a szikra, és Kati rögtönre vágta a dolgokat. És mint egy barát, mint egy igazi riporter, mind a kettő összejött, és akkor elkezdett kérdezősködni, hogy azokat a pontokat, amiket ő kihagyott, azokat betöltse, és akkor kicsit jobban tudjon arról, hogy tulajdonképpen mi is történt velünk azóta, az idő óta, mióta nem találkoztunk. Hát ez megtörtént, hogy finoman én is kérdezősködtem róla, de hát nagyon keveset tudok még mindig, és meg kell mondanom, hogy Kati nagyon-nagyon szerény, mert amikor azt kérdeztem, hogy jó, most tulajdonképpen én csak azt tudom, hogy te a rádió elnöke voltál, de hogy azon kívül mi van még, mit csinálsz, tudom, hogy sok mindent csinálsz, de igazából nem tudom, akkor Kati azt mondta, hát újságíró vagyok, közgazdasági egyetemet végeztem, hát mondom, nagyon kedves vagy, ettől sokkal többet tudsz. Még mielőtt átadnám attól függetlenül a Daninak itt a helyet, Bogyai Elemér barátunk megkért, hogy egy pár szót szóljon. Ő volt az, aki Kati utazását szervezte, és itt mindannyiunk előtt szeretne valamit még említeni. Na, hát köszönjük szépen be azt a személyes megemlékezést, és üdvözlök mindenkit, és elsősorban két embert szeretnék bemutatni. Az első Bogyai Elemér, aki ugyebár a Magyarok Világszövetsége elnökségi tagja, és közel egy évtizedig ezelőtt, visszafele fog menni kronológiailag, ezelőtt kb. Egy évtizedig a Magyarok Világszövetsége kanadai országos tanácsának volt az elnöke, és azelőtt pedig a Torontói Magyar Háznak, vagy pontos nevén a Torontói Magyar, pontosabban a Kanadai Magyar Kultúrközpontnak, ez a Torontói Magyar Ház, ahogy ismerjük, ennek volt az elnöke. Mondhatni az aranyidőkben, a 2000-es évek környékén, ha jól tudom, 4 éven át. És hát, ha jól tudom, Elemér 1956-ban menekült ki, tevékenyen részt vett az 1956-os szabadságharcban, és hát valójában az az ő kezdeményezése volt, hogy ez a kanadai túra megvalósuljon. Úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönjük Bogyai Elemérnek, hogy tető alá hozta ezt a kanadai turnét, és meghívta Kondor Katalint. Most úgy érzem, hogy most átadom talán a szót Bogyai Elemérnek, és utána még visszatérek, és adok egy félhivatalos bemutatását Kondor Katalinnak, pontosan ezekről a dolgokról, amiről ugye még a hozzá közel álló emberek se pontosan tudják, hogy mit is csinált előtte, utána. Én végeztem egy kis detektív munkát a mai nap folyamán, a lapi
kérésére, úgyhogy bízom benne, hogy egy egész jó életrajzot állítottam össze, amit majd esetleg kihívhatunk egyszer. Mit kerülnek ki? Köszönöm szépen a hosszú bemutatkozásba. Hadd mondjam el, egy hosszú álmom vált valóról. Ez a hosszú álmom, ugye, mikor, ahogy mondtad, az aranyidőkben a Magyar Ház elnöke voltam, nagyon sok híres ember meghívtam. A Béres József, a Béres Seppek feltalálójától kezdve, Wittner Máriáig, Orbán Viktorig, arról nem akarok most beszélni, sajnos. Úgyhogy nem az első eset, hogy valaki híres, jó magyar embert mutatok be. Kondor Katalint én figyelemmel kísértem, mert gyakran jártam haza is, és a Névjegy műsorát nagyon szerettem, és sokkal jobb volt, mint a Peter Manbridge One-on-One CBC műsor, és ő 10 évvel előtte volt, ugye? És amikor egyszer a 2006-ban a forradalmunk, szabadságharcunk 50 éves évfordulóján valaki odajött hozzám, hogy a Kondor Katalin szeretne veled egy interjút csinálni. Hát a rádió elnöke a Gyurcsán kormány alatt. Egy kicsit reszkedtem a dolgoktól, de mondom, egyre fene elmegyek. 2006-ban már nem voltam. Tessék? 2006-ban már nem voltam elnök, csak mezei munkás. Na, hát akkor is. Úgyhogy ment az interjú, és hát tudjátok, én szabadszájú vagyok, és én nem titkoltam a véleményemet a Gyurcsán Ferkóról, és a Kati meg nem állított meg. Hagyta, hogy mondjam, és az interjú végén, mikor jövök ki a rádió épületéből, na mondom, kíváncsi vagyok, hogy ebből mennyi lesz kivágva. Hát, hölgyeim és uraim, egy szó nem lett kivágva. A teljes interjút leközölte a rádió először, majd pedig, mikor kiválasztotta két interjút a 23-án, hogy ismét leadják, akkor az egyik volt 11 órakor, 12-kor ugye a hírek, és az enyém lett volna 1 órakor. És fölhívtam a barátaimat, hogy na, most meghallhatjátok a Kondor Katalin által készített interjút. Nem hallgatták meg, mert az utolsó percben a Gyurcsánék lemondták, és nagyon szép cigányzenét játszottak. Tehát ezért nekem álmom volt, abban a pillanatban elhatároztam, hogy én a Kondor Katalint kihozom Kanadába. Sajnos az első próbálkozás nem sikerült, mert beteg lett, és most végre itt van. Nagyszerű volt a nyugati útja. Calgaryba 2 előadást is kellett tartani, és most Torontóban volt tegnap előtt az előadása, és most itt van, és megyünk Montrealba, és hétfőn megy vissza. Úgyhogy nagyon örülök, nagyon boldoggá tett, hogy ezt létre tudtam hozni. Köszönöm, Kati. Köszönjük szépen, Emér bátyám, és akkor én röviden átszaladnák Kondor Katalin életrajzán. Igaz, megegyeztünk napközben, hogy ezt majd én leellenőrzöm, hogy pontos-e. De hát olyan sok érdekes témáról beszéltünk, hogy erre nem volt módunk, úgyhogy bízom benne, hogy pontos lesz. Ráadásul otthon felejtettem a jegyzeteimet, úgyhogy fejből fogom próbálni visszaidézni. Tehát Kondor Katalin tehát Debrecenben született, ott is érettségizett, ha minden igaz, akkor a Dobó Kata gimnáziumban. Fazekas Mihály, már is rögtön egy kis malőr. Igen, tehát egy Fazekas Mihály gimnáziumban. És ha minden igaz, akkor utána majd egy évet ápolónőként dolgozott Debrecenben, majd pedig felköltözött Budapestre, és ott elvégezte a mai Corvinus Egyetemet, ami akkor a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem volt, és a diploma
osztás után a Coop Tourist vállalatnál dolgozott, tehát az idegenforgalomban közel egy évet. De már ekkor is a Magyar Rádió külsős munkatársaként. És így, ha jól számolom, kb. 1972-73 táján kerülhetett a Magyar Rádióhoz, és onnan tulajdonképpen egészen 2008-ig a Magyar Rádió kötelékében dolgozott, végigjárva a ranglétrát, vagy talán szamárlétrának is nevezik néha ezt ugye, tehát műsorvezetőtől, szerkesztőn át, adófőszerkesztő, és utána egészen 2001-ben, amikor elnyerte a Magyar Rádió elnöki tisztét, és ezt 2005-ig látta el. 2005-től 2008-ig, ahogy említette előbb, őszavaja mondva mezei munkásként, ismét újságíróként dolgozott, és a Magyar Rádió egyes legnépszerűbb műsorait vezette. Most egy kis személyes élmény jön, ahogy én emlékszem Kondor Katalinra, egy tizenévesként a 80-as években a Hét című műsor, amire így ráeszméltem tulajdonképpen, nem azt mondom, hogy akkor indult be, mert ha jól tudom, akkor a 70-es években indult be a Hét című műsor, a Polgár Dénes kezdeményezésre, ha minden igaz. De a 80-as években volt azon a csúcson tulajdonképpen ez a műsor, ez vasárnap este 7 órakor ment, és Vangelisnek az egyik műve volt a logója. De ezt azért mondom, mert ugye én felvidéki magyarként, és vannak még mások felvidékek, mi ezt tudtuk nézni ezt a műsort. Az erdélyek, ha jól értem, nem igazán tudták nézni, tehát nem igazán ismerhették a tévéből Kondor Katalint. Viszont mi ismertük, és hát amit most olvastam, utána érdekesség az volt, hogy ez állítólag befolyásolta a forgalom sűrűségét Balaton és Budapest között az M7-esen, mert akkor tájt a szocializmus évben az emberek nem tudtak megengedni két televíziót, és mindenki rohant vissza Pestre, hogy még este hétre visszaérjen, hogy meg tudja nézni a Hét című műsort. A különlegessége az volt ennek a műsornak, hogy ebben olyan riportok is elhangozhattak, vagy elhangoztak, amelyek a híradóban, vagy más műsorokban nem igazán fértek bele. Egy nagyon komoly és finom politikai érzékére vallott, ha jól értem, Polgár Dénesnek, aki kezdeményezte ezt a műsort vasárnap este, és egy kicsit ez így összefoglalta a Hajdú Hét történéseit. Mert a Polgár kezdeményezte, de az én a Hajdú János alatt dolgoztam, és valójában ő változtatott azon a merev szocialista miatt jellemeztem. És hát akkor még ennyit a végéhez, hogy 2005-től 2008-ig a Magyar Rádió munkatársaként dolgozott, és ha jól értem, akkor rögtön a Magyar Rádió 2008-as vezetése kihasználta azt a lehetőséget, hogy még csak egy évet se húzzon rá a munka viszonyára Kondor Katalinnak, és amint lehetett nyugdíjazni, nyugdíjazták, és 2008-tól 2010-ig az Echo TV-ben három műsort is vezetett, a Névi Egy, a Napi Aktuális, és a harmadik volt Korrektúra című műsor. És hát ezután, ha jól értem, szabadúszóként mozog a mai napig, de hát tulajdonképpen egy 35-40 éves rádiós pályafutással, rádiós és televíziós pályafutással rendelkező ember ül itt előttünk, aki valóban véleményem szerint a magyar rádiózást a legnagyobb neve, mert én magam is úgy nőttem fel, mint sokan, hogy a szüleink a Kossuth Rádió vagy a Petőfi Rádiót egyfolytában hallgatták, ez a mai idősebb nemzedék talán, és hát ismertük a rádiósok nevét, de talán ez volt a leggyakoribb és a legnagyobb név. Úgyhogy ezekkel talán remélem elég, bízom benne, hogy elég pontos volt ez a bemutatásom, ezzel át is adnám a szót. Memóriára van, Danika. Át is adnám a szót. Memóriára van, minden esetre én nem tudtam volna ezt ilyen összegezve megalkotni. Mindenképpen úgy éreztem magam, mint majd a saját temetésemen. Nem baj. Köszönöm szépen mindenek előtt a meghívást, és hát ugye itt az eredeti meghívás az értelemszerűen azért szólt erre az időszakra, mert hogy a trianoni évforduló kapcsán a sorozat ünnepségek vezérszónokaként kértek föl, hogy jöjjek ide. Aztán azóta ugye azért eltelt egy kis idő, és ez egyben azt is jelenti, hogy az konkrét évforduló már elmúlt. Tegnap éppen felhívtak bennünket, itt Beáiknál akivel egyébként több mint 6 évtizedre találkoztam először Debrecenben, és felhívtak Montrealból, hogy majd szeretnék azért a trianoni ünnepi beszédemet is meghallgatni. Tényleg végül is teljesen mindegy, hogy 4 vagy 5 nap múlva hangzik valami el e tekintetben, vagy nem, de
Természetesen azt is megbeszéltük Elemérrel a meghíváskor, hogy bármit a magyarországi gazdasági, kulturális, szellemi, stb. Állapotokról, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unióban Magyarország helyzete milyen, erről beszélgettünk majd még, úgyhogy ilyen fajta összejövetelek is voltak az eddigi utamon, és az az igazság, hogy mondtam, hogy a sajtóról is nagyon szívesen beszélek. Talán azért találtuk ki akkor azt a témát, mert ugye a magyarok szomorúan tapasztalják azt, hogy bármerre járnak, és bármely újságot kézbe vesznek a világ nyugati felén, különös tekintettel az Európai Unióra, akkor azt kell látni, hogy a magyarokat mindenhol pocskondiázzák. És olyan elképesztő hazugságokat is tálalnak ezen pocskondiázások közepette, ami egyszerűen több, mint nevetséges. Rengeteg ilyen van, csak a legutóbbit már a mostani választások után, amikor megérkeztek a választási eredmények, magyarán eldőlt a politikai paletta, vagy a országgyűlési patkónak a sorsa, akkor két nap elteltével egy nyugat-európai újság az megírt sok hazugságot Magyarországról, de az egyiket csak azért dobom be most, mert hogy érezze ez a társaság, akiknek úgy tudom a többsége azért hazajár, és hát tudja, hogy mi a helyzet mondjuk Kelet-Európában, hanem is olyan részletesen, mint ahogy az ember otthon ezt tudná. Na, szóval azt írták, hogy Magyarországon a nők helyzete rosszabb, mint Szaúd-Arábiában. Na. Megmutatom majd neked, mert elhoztam a cikket, meg is tudom. Hát most ez ízlés kérdése, hogy ki mit tart rosszabbnak. Lehet, hogy az a rosszabb, hogy burkát nem viselünk, tehát hogy ez a, csak a szemünként lepel, az nem borít bennünket, és az sokkal jobb lenne, ha borítana. Tehát ha ebből a nézőpontból nézzük, akkor valóban rosszabb a helyzetünk, mert fedetlen fővel járunk, sőt, úgyhogy egész egyszerűen elképesztő, amiket lemernek írni. Ennek nagyon egyszerű oka van. Magyarország belépett az Európai Unióba, Magyarország renitens az Európai Unióba, mert szeretné a uniónak az alapszabályában benne foglaltatott dolgokat, hogy úgy mondjam, komolyan venni, ez pedig az, hogy egyenrangú és egyenjogú nemzetek Európája legyen az Európai Unió, ne pedig föderális alapon úgy dőljenek el a kérdések, hogy van egy központi európai vezetés, akiket egyébként a kutya nem választott meg, mert ott ugye nem így mennek a dolgok, ez már eleve azt gondolom, hogy elég baj, és azoknak a diktátuma érvényes minden országra, akkor is, ha ismerik azt, hogy milyen országról van szó, és akkor is, ha 100%-ban is mondhatom például, hogy a magyar dolgokat nem ismerik, bizonyára ez a társaság hallott arról, hogy ugye most legújabban az akácfáinkat akarják kivágatni, tönkretéve ezzel gyakorlatilag az egész magyar mézipart, ami pedig egy nagyon-nagyon jelentős ipar Magyarországon, és meg kell mondjam, hogy a tekintetben is, hogy a biomész és a genetikailag nem módosított növények méhek általi meglátogatásával készülnek, ellentétben egy sor másik országgal, ahol már nem tilos, és az agyon antibiotikumozása a méhecskéknek sem tilos. Szóval ezek elég érdekes dolgok, tehát ezek mögött mind ilyen gazdasági egymásnak feszülések vannak, de mégis azt gondolom, hogy az volna a legerkölcsösebb, hogyha e tekintetben azért mégis nem hazudnának, hanem megpróbálnának az igazság közelében maradni, azon kívül pedig, ha valóban a önálló nemzetek Európája lenne az Európai Unió, nem pedig diktátumok szerint működne. És ezért aztán azt kell mondanom, hogy az nem érti meg a mai Magyarország sorsát, aki nem tájékozódik arról, hogy milyen a viszonyunk és milyenek a lehetőségeink nekünk Európában. De miután tudom, hogy ezt a beszélgetést úgy hirdették meg, hogy a sajtóról is beszélünk, egy pár mondatot hadd mondjak, mert nagyon lényegesnek tartom, pontosan a tekintetben, hogy ugye az a millió rossz hír, amelyel elárasztják Magyarországról a nyugati sajtót, az azért nem teljesen véletlen.
Hogy néz ki az utóbbi 25 esztendő magyarországi sajtója? Ugye vissza kell mennünk a 87-88-as évekhez, tehát 1987-88-hoz, amikor a szocialista világ beavatottjai már tudták, hogy elvesztettük a kommunizmus harcát, nevezetesen Amerika, a akkori Reagan elnök csillagháborús terveivel, amelyel a Szovjetunió, az egyébként addigra már lepusztult gazdaságú Szovjetunió nem tudott lépést tartani, két várra fektette a Szovjetuniót. Magyarán ez olyan sokba kerül ugye a csillagháborús terv, olyan megvalósítása, hogy avval nem tudott lépést tartani. No már most ezért a okosok elhatározták, hogy a szocializmus helyett már ideje lenne a kapitalizmust építeni, mert hogy ezzel nem megyünk sokra. És 87-88-ban akkor még a lakosságnak a teljes tudatlanságával találkozhattunk, tehát nem sejtettek az emberek, többsége nem sejtett abból semmit, hogy itt hamarosan rendszerváltás lett. Érzett egy kis lazulást, ezt mindenki, aki átélte, azt tudja, de azért nem nagyon hittük, hogy ilyen megtörténhet. Nem beavatott szocialista párthoz tartozó haverjaim, ismerőseim, néhány barátom, ha visszakérdezünk, azóta is mondja, hogy ők sem sejtettek semmit, tehát voltak beavatottak, és voltak nem beavatottak. A beavatottak kiválóan előkészítették azt, hogy ugyanazoknak, ugyanannak a társaságnak a kezébe kerüljön minden, mint aki volt, hiszen ha nem felülről történik, bocsásson meg mindenkit, nem alulról történik a rendszerváltozás, hanem felülről irányítottan, akkor ez a folyamat teljesen természetes, hiszen ki az, aki mindenféle szorongatás nélkül átadja a hatalmat, amit addig ő birtokott, a pénzügyi, a kulturális, a szociális hatalmat egy másik embernek. Hát ilyen nincs. Lássuk be, az emberi természet nem ilyen, tehát nem adja át, és itt úgy is készültek, hogy eszük ágába sincsen átadni. Ennek két a magyar gazdaság és a magyar emberek számára tragikus és mindenképpen megemlítendő pontja van. Az egyik az, hogy Stikában elhatároztatott, hogy a privatizáció, az úgynevezett spontán privatizáció elkezdődik. Magyarul ezt úgy kell mondani, hogy Magyarország kiárusítása megkezdődik. Meg is kezdődött Magyarország kiárusítása, és oly sikerrel folyt, hogy mára már teljesen ki van árusítva. A másik sajtó szempontjából nagyon fontos tény, hogy azért ezek nem voltak hülye gyerekek egyáltalán, hanem pontosan tudták, hogy a mai világban a sajtó rettenetesen sokat számít. És ezt nagyon jól tudjuk, hogy a média ereje az teljesen hatalmas, azért egy ilyen zárójeles megjegyzésem lenne, én vitatkoznék azokkal az emberekkel a világban, akik azt mondják, hogy a negyedik a média hatalom. Én ezt másképp látom, én azt mondom, hogy egyáltalán nem így van, hanem még csak az sem, hogy nincs ilyen. Tudnélik, a média az a pénzhatalom része. Tehát ahol a pénz, ott a média. Ott olyan nincs, hogy egy független média létezik, és azt mond, amit akar. Ha független média létezne, akkor valóban azt mondaná, amit akar. De itt a pénz beszél a kutya ugat, amióta a világ ilyen, ez alól egyetlen egy párt sem kivétel. Amikor ő irányítja az országot, akkor azt szeretné, hogyha a passzát szelet a média az ő irányába fújná, amikor meg a másik, akkor meg azt. Ezen sem lehet nagyon csodálkozni, de azon már igen, hogy már 87-88-ban megszületett az az elhatározás és a szerződés is, amely külföldi kézre játszotta át a magyar megyei sajtó mindegyikét. Ugye 19 megye van Magyarországon, akkor volt még 19 megyei napilap, ma már csak 18 van, mert Pestet mondották, annyi lap van, hogy akkor ilyen Pest megyei hírlap nem kell, az megszűnt. Tehát ezek mindegyike két nagy tőkéstársaság kezébe került, az egyik az Axel Springer, a másik a két embetűs közül, vagy a Murdoch, vagy a másik ilyen nagy hatalom, egyszerűen nem tudom én már, mindegy is, de mind a mai napig ezek kezében van. A vidéki média,
És ezt nagyon ügyesen csinálták meg, mert olyan szerződést látott pár év múlva a napvilágot, kevesen tudják egyébként, amelyben benne volt, hogy megköttetik ez a megegyezés, a multik azok kivihetik a hasznot, na, azért jönnek. Semmi más nem érdekli őket, csak az, hogy ez a multinacionális vállalatok természete. Tök mindegy, hogy médiáról van szó, vagy rádiógyártásról, vagy buszgyártásról, vagy bármiről. Tehát, hogy kivihetik a hasznot. És azon kívül pedig az újságok irányultsága és személyi összetétele ne változzon. Ezen nem azt kell érteni, hogy megtiltották, hogy valaki meghaljon, hanem ugye olyan emberek maradtak ott hatalomban, akik változatlanul úgy gondolták, hogy a mi kutyán kölykei kellenek, ha valaki nyugdíjba megy, vagy elhalálozik a helyettesként, tehát a tagként. Magyarán maradt a személy összetétele, ebből következően az irányultsága is. Aki ismeri a megyei napilapokat, az láthatja, hogy nálunk az mindegyik úgy működött akkor, és úgy működik mind a mai napig, mint meg annyi kis népszabadság. Mert hát, hogy ugyanazok kezébe maradt, tehát ezen nem lehet csodálkozni. Azon lehet csodálkozni, hogy végül is akkori ugye a kerekasztal tárgyalásokra leülő pártok ezen nem változtattak. De ez egy más kérdés, majd odáig is elérünk. Lényegében tehát a megyei napilapoknál biztosított volt a régi hatalom, úgy mondjam, eszmeiségének a továbbvitele, és ez csak azért nagyon fontos, mert a megyei napilapok összpéldány száma még akkor is több volt, amikor a Népszabadság majdnem 1 millió példányban, 800 000-nél valamivel több példányban jelent meg Magyarországon. Tehát a 19 megyei napilapokat összeadtuk, vagy a 18-at, annak az összpéldány száma lényegesen több volt, mint a 4 országos napilapnak az összpéldány száma. Tehát tudták, hol kell kezdeni. Ahogy mondtam, ezek a napilapok mind a mai napig így működnek odahaza. Tehát egészen hosszú időnek kellett eltelnie, amíg Debrecenben történt meg egyébként először a Kós Lajosnál, hogy egy 2 heti ingyenes újságot csinált, ami már a nemzeti konzervatív vonalhoz állt eszmeileg közel. Mert hiszen akkor olyan uralom volt Debrecenben, mind a mai napig az van egyébként. Na most, ugye azt azért itt nem kell senkinek sem mondanom, hogy egy 2 heti kis soványka kis újságocska az nem veheti fel a versenyt egy minden nap megjelenő előfizetett napilappal, ami ugye a megyei napok, megyéket jellemezte. Tehát itt már elég jól be volt biztosítva, hogy ideológiailag ezek ilyen biztos pontok legyenek. Ami Budapestet illeti, itt pedig egy érdekes, illetve ott érdekes jelenség játszódott le, talán valakit azért érdekel, hogy ha visszalapoznának sajtótörténészek, vagy akár csak az érdeklődő emberek a levéltárakban, és elővennék akkori újságokat, a 87, 88, 89-es újságokat, akkor látnák, hogy voltak vezető újságírók, akik ebbe az egész rendszerváltási buliba egy kicsit be voltak avatva, és ezek az emberek mindig beadagolták a népnek, hogy itt változásokra van szükség, de ami az érdekessége, tehát mint egy előkészítendő az úgynevezett rendszerváltást, csak azért volt nagyon érdekes, mert ők akkor gyávaságból, vagy mert nem voltak még benne biztos, hogy sikerült, talán sokaknak ismerős lesz a szó, ezt az egész változást reformkommunista köntösben képzelték el. Tehát ugye nálunk a reform szó 68-tól azt jelentette, hogy megreformálni a nem tudom mit, újjáalakítani a nem tudom mit. A nagy reformok se hoztak soha a gyökeres változást, de minden esetre hát a reform kommunizmus azt jelentette, hogy meghagyunk sok mindent a régi rendszerből, de azért jobban fogjuk csinálni főképp a gazdaságot. Tehát sürgették ezt a reform kommunista változást. Aztán miután ezek beavatottak voltak, és megtették ezt a szívességet, hogy így jósolgattak, ezért őnekik teljes mértékben biztosítva volt a sajtóban maradásuk. Azt kell mondjam, hogy ott van mindegyik, mind a mai napig. Ha tudnék neveket mondani, ez inkább csak azokat érdekelheti, akik Magyarország, kis Magyarországról jöttek, szóval egy Acél Endre például, az ugye mind a mai napig a sajtóban van ezek közül. Tehát gyakorlatilag egy összegzésképpen megmondhatjuk, hogy a fősodratú sajtóban egyáltalán nem történt meg a rendszerváltozás. És akkor mindjárt már az első esztendő után, amikor ugye a köztársaságot kikiáltották, Szűrös Mátyás kikiáltotta,
mindjárt az első esztendejében, első esztendejének a végén, az MDF uralkodása idején kitört az úgynevezett médiaháború. A régi hatalom bebetonozott emberei éreztek valami veszélyt abban, hogy a MDF az első választásokat nagy fölénnyel nyerte meg. Aztán ugye jött Antal József, akinek olyan kijelentései voltak, amilyenek. Következésképpen ez is csak szította azt a gyűlöletet, amit a hatalom elvesztése miatt éreztek. És ez vezetett az úgynevezett médiaháborúhoz, ahol a két oldal, a két nagy oldal osztotta egymást, de rendesen. És hát szomorúan azt kell mondanom, hogy ez a médiaháború Magyarországon és egyáltalán a két társadalmi nagy réteg háborúja mind a mai napig tart. Az árkok viszont egyre mélyülnek, egyébként gondoljanak csak a saját jelenlegi új hazájuk magyarjainak a veszekedésére vagy időnkénti vitatkozására. Nyilvánvaló, hogy különböző ideológiájú emberek jöttek ki, és ezek közötti különbségek azok átlettek plántálva, úgy látom, egyébként nem ide csak, hanem mindenhová, ahová a magyarok betették a lábukat. Végül is ez is tökéletesen érthető, mert miért is ne? Hát az emberek különbözőek, az egyik így gondolkodik, a másik úgy gondolkodik, hogy a hidakat miért nem lehet tehát ezeken az árkokon felépíteni, azt az én nézetem szerint egyértelműen az SZDSZ álságos és rettenetesen káros létének köszönhető a magyar politikában. Tehát a szocialistákkal is sokkal jobban el lehetett volna boldogulni, mint ezzel a velejéig haszontalan, hazug, aljas társasággal. Ez ma már olyan szempontból történelmi tény, hogy azért az kevés országban fordult elő, én nem tudok kérdezni, nem ők végül is politológus, de ha egyszer egy politológus meghívnak, ők biztos, hogy nagyon jól el tudják mondani, hogy a rendszerváltásnak a leghangosabb pártja, aki leghangosabban követelte a kommunisták elszámoltatását, a kommunisták kiirtását a hatalomból, és mindenféle szöveggel, ezek visszakereshetők, ezeket nem idézném, tehát ez volt az SZDSZ, a legkommunista ellenesebb párt, az ugye a hatalomban régi, illetve eredeti arcát megmutatva a legaljasabb módon ugye magának akarta átjátszani a hatalmat, és minden tekintetben a nemzeti konzervatív érzelmű embereket kiiktatni a hatalomból. Tehát a harcoknak ez volt az oka, hogy ez a látszat megegyezés a békére sem született meg, és ami nem fordult elő még talán, hogy a legharcosabb a változást követelő párt, az kiessen a hatalomból, ami ugye jó négy évvel ezelőtt megtörtént Magyarországon. De az is mutatja, hogy az álságosságukat nagyon-nagyon sokan felismerték, hogy aztán új köntösben mikor jelennek meg újra, ezt tudom. Tehát a média háború tehát eszkalálódott, és azóta se akar megszűnni Magyarországon, mint ahogy a két nagy politikai oldal háborúja se igazán. A másik nagyon fontos, tehát eljött a Hornéra, ugye 94-ben az MDF ügyetlensége miatt, a sok más tényező miatt, ezt most itt nem ragoznám, ugye nem sikerült, csúfos vereséget szenvedtek, és jött Hon Gyula a maga 4 évével, amikor a rabló privatizáció folytatódott, de ott sajtótörténeti szempontból egy nagyon érdekes esemény történt, ami itt nem lesz újdonság a végkövetkeztetést illetően. De egyébként igen, tudnilik, a média törvényt addigra nagy nehezen kétharmados többséggel, az volt az a törvény, hogy kétharmados többséggel kell megalkotni, létrehozták, de nem azért, hogy nálunk is valami ilyen belevésett, kőbevésett törvények legyenek a sajtómunkások számára, hogy hogyan viselkedjenek műsorkészítés, interjúkészítés, stb. Közben, hanem ennek a legfőbb szándéka az volt, hogy nálunk is kialakulhasson az úgynevezett duális médiarendszer, hogy egyik bugyorban van a közszolgálat, a másik bugyorban vannak a kereskedelmiek, mert addig nálunk kereskedelmi televízió, rádió lényegében nem létezett. És a művelt nyugaton, ugye ez már nagyon régen kialakult, így működt, itt mindig a itteni társadalom is, illetve a sajtó része annak, és
a média törvény ezt lehetővé tette, azonnal rárepültek a külföldi cégek a magyar piacra, és így jött létre a két nagy, általam csak Szent Televíziónak nevezett televízió, az RTL Klub és a TV2. Ez a két csatorna, mindegyik multinacionális cégek kezében van, az egész világot behálózzák, és ez Magyarországon azt jelentette, hogy ezzel együtt bejött az a technika, amely képes csili-vili műsorokat előállítani, hihetetlen pénzbefektetésekkel mindenféle szennyet aranyköntösben tárgyalni, a való világoktól elkezdve az idióta sorozatokon át, a mindenféle politikai vagy nem politikai showműsorokig, vetélkedőkig, metélkedőkig, mindent, amit csak el lehet képzelni, és erre egyáltalán nem sajnálják a pénzt, ez mind a mai napig így működik. És mert a magyar ember, az ugye korábban a magyar televíziót szokta meg, és ezt a mérhetetlen pénzt felhasználó kereskedelmi televíziózást addig nem is láthatta, sehol az ég egyet a világon, ezért elkezdte nézni, és villámgyorsan kialakult az, ami gyakorlatilag a tömegkommunikátorok szerint, a tudományos kutatások szerint, ha beáll, szinte megváltoztathatatlan, ha csak nem négyes szaltóugrásokkal tér vissza egy másik televízió nagy különlegességeket mutatva, hogy mind a RTL Klubnak, mind pedig a TV2-nek villámgyorsan a tévénézők 40-40%-a lett a nézettsége. Gondoljuk el, hogy ez micsoda óriási szám egy országban, tehát hogy a tévénézők 80%-a két teljesen a magyar kultúrától idegen vadkapitalista szemléletet és a gagyit sugárzó és az embereket lefelé nivelláló televíziót működtet, csodaköntösbe bebújtatva, mert mondom pénz, paripa, fegyver, mind a mai napig, hát a reklámvilághoz ebből a két televízióból szoktak hozzá a magyarok, mert addig mondjuk olyan reklámokat, amik itt is minden nap mennek, sportközvetítések között itt-ott, ilyet nem láthattunk. És ez a, akkor ugye a fennmaradó 20%-on osztozott az akkor 5%-os nézettségre lemenő magyar televízió, valamennyi volt a Dunának, ami ugye külön van, és a többén azon a nagyon kevésen osztozott néhány olyan kerületi, vagy mit tudom én, ilyen kis csökött televízió, ami már így benn volt az országban, de hát az igazi invázió az később kezdődött. Itt az volt a lényeg, és az volt a politikai csel, hogy ez a két nagy televízió, az RTL Klub és a TV2 a magyar piacon olyan módon aratott, hogy nem volt nehéz aratnia, mert a magyar hatóságok nem osztottak frekvenciát majdnem 2 évig senkinek az ég egyet a világon, és ez volt a kábítószeres beetetés. Mert ha amik később bejöttek, hogy mindenféle csatornát már nálunk is lehet fogni, az akkor változtatott volna ezeken a nézettségi szokásokon, de nem volt választék, ez a kettő volt, szándékosan ezzel beetették az embereket, és azóta is zömében a magyarok ezt nézik, mert itt térnék vissza ugye a tömegkommunikátorokhoz, akik azt mondják, és valószínűleg ugye ebből a példából is látszik, hogy igazuk van, tehát azt mondják, hogy ezeken az arányokon már mikor egyszer valaki megszokott egy tévét, és az elé ül le minden este, akkor már nagyon nehéz ezen változtatni. És nem is sikerült. Ez az igazság, holott azért feljavult technikailag mindenképpen a magyar televízió, tehát azóta már azért ott is vannak ilyen csili-vili műsorok, tehát kínál meg bugyuta sorozatuk is sajnos szép számmal, de ez a beetetés tökéletesen sikerült, és azóta is nem Magyarországon, hanem én úgy látom, hogy az egész világon az álságos politikának egyetlen célja van, elbutítani, elhűíteni az embereket, minél kevesebbet gondolkozzanak, minél kevesebbszer foglalkozzanak nemes, szép dolgokkal és olyan problémákkal, amiket valamennyiünknek közösen kellene megoldanunk, ahelyett, hogy nem közösen oldjuk meg, hanem mindenféle féldiktátorok ülnek a nyakunkon, szerte a világban, de hát ez volt a cél, a tömegeket elbutítani, és még egyszer mondom, én úgy látom, hogy mind a mai napig ez is történik. Erre a két nagy, tehát a 80%-át a tévénézőknek lefedő műsorra, sorozatra, tehát két nagy televízióadóra, az volt a jellemző, hogy elfelejtettek szólni olyan dolgokról, amik a magyar emberek tájékoztatásának
egy fontos pillérei kellett volna, hogy legyenek. Tudnilik, ugye a médiatörvény előírja, azt nem tudom, hogy tudják-e, a kereskedelmi televíziók számára is a hírműsoroknak a pártatlanságát, a sokoldalúságát, a sok embert érdeklő kérdések napirenden tartását, na ez egyáltalán nem valósul meg nálunk. Ha megnéz valaki egy RTL Klub híradót, nem lát más, mint csak megölte, kirabolta, megerőszakolta ezt, azt, mint hogyha egy ilyen bűnöző társadalom lennénk, ahol ugye 90%-ig gazemberek élnek csak, és soha fontos dolgot nem mondanak el. Most csak egy példát mondok, hogy ugye az embereket nem lehet arra kötelezni, azért van hírszolgáltatás rádióban, televízióban, újságokban, hogy a fontos dolgokról tájékoztassa az embereket. Változik mondjuk a KRESZ, nem politikai példa lesz. Nálunk változott vagy háromszor az elmúlt időszakban. Na most erről egy mondat mondjuk a kis kedvenc televíziójában az embernek, az RTL Klubban nem hangzik el, ehelyett ugye megölte, kirabolta, hatlábú borjú született, mert ilyenek vannak, meg elfutott a nyúl, vagy a, nem tudom, nyúl üldözte a farkast, meg ilyesmi, és ugye akkor azt könnyen lehet, be lehet látni, hogy nem fog arról tudni, hogy változott a kereszt, azt jó neki megy valakinek. Mert például nálunk ugye most lépett be nem olyan régen, 2 éve, hogy a zebrák előtt abszolút kötelező büntetnek is érte, lassítani, tehát úgy, hogy bármelyik pillanatban a fékrelépéssel a zebra előtt meg lehessen állni. Ugye az ember oda hajt 80-nal, akkor nem lehet megállni bármelyik pillanatban, legalábbis egy helyben. Na, szóval szándékosan mondtam ilyen kicsi példát, de mondjuk egyetlen egy mondattal ezek a nagy kereskedelmi televíziók nem számoltak be a 2001-2002-es nagy tiszai árvíz, ami falvakat sodort el, és amik a Makovec irodáknak hála olyan gyönyörű stílusban épültek újjá, hogy ha azt mondom, hogy érdemes a Beregbe ellátogatni, tehát Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe, a Tisza kanyarba, ott, ahol a kis túr ömlik beléje meg a környékén, mert csodálatos tiszai stílusban, egyébként is az ország egyik legszebb tája, de csodálatos tiszai palasz stílusban építették újjá a házakat, mindenkiét, a cigánysort is ilyen stílusban, mert hogy volt, hogy elvitte a víz ezeket a falvakat, egyetlen egy mondattal nem számolt be a két nagy kereskedelmi televízió. Ellenben nagyon vicces a példa, kerestek egy panaszost, aki elkezdett panaszkodni arról, hogy ez a rohadt Orbán kormány, mert akkor éppen ők voltak, ez a rohadt Orbán kormány a disznóólamat meg a tyúkólamat nem építette meg. Na most hát a magyar viszonyokat, aki ismeri meg az erdélyeket, hát kiröhögnék azt az embert, aki pallérral, magyarul kőművessel építetné meg a disznóját, meg a tyúkolját, mert ezt valahogy a paraszti világban mindig a paraszt ember csinálta. Tehát azért már mégse kacsalában forgó palotában laktak nálunk a tyúkok, az emberek se, ez a nagyobbik baj egyébként, de a tyúkok semmiképpen. Na aztán mondjuk a megalakult az erdélyi magyar egyetem, a Szapiencia, egyetlen egy árva szóval nem mondták el ezek a nagy kereskedelmi televíziók. Hosszan tudnám sorolni a példákat, van, egyenesen van egy nagy kötetnyi példatáram, hogy miről nem számoltak be. Ez megint azt kell, hogy a gondolkodó emberrel mondassa, hogy természetesen az elhűítésnek odáig is el kell jutnia, hogy ne vegyenek részt a közéletben, ne tudják, hogy mi történt, értékes dolgokról ne vegyenek tudomást, vagy ne szerezzenek tudomást, és akkor minden rendben lesz az elhűített emberrel, mindent az ég egyet a világon meg lehet csináltatni. Nos, tehát ezek azok a fontos megjegyzendő sajtóbeli történések, aminélkül a viszonyokat nehéz megérteni. Hozzátartozik még, hogy amikor a polgári kormány aztán ugye 98 és 2002 között először uralkodott, mármint a Fidesz kormány, mert ugye polgári volt a MDF is, akkor is már a bukásuk után jutott eszükbe, hogy mégiscsak gründolni kellene egy televíziót, ami ennek az oldalnak az értékrendje szerint működik. És akkor kezdték az úgynevezett hírtévét fölállítani, és akkor kezdődött egy olyan folyamat, hogy mondjuk a
heti választ kísérletképpen elindították. Ez egy heti lap nálunk, ami nagyon mérsékelt, nagyon normális, és olyan, ami minden országban van, és az értelmiségiek számára, meg az érdeklődő ember számára íródott. Tehát olyan hiátusok voltak, olyan hiányok voltak ugye a hazai kínálatban, ami teljesen aránytalanná tette a sajtót. Na most ezekben a fő pontokban, hogy ma már van hírtévé, van Echo TV, meg két országos napilap az egyik oldali, a két országos napilap a másik oldali, ez valamelyest kiegyensúlyozottá tette a dolgokat, de nem valójában, mert valójában, ha megállunk ma is egy újságos stand előtt, akkor a lapok 80-90%-a az az úgynevezett baloldal kezében van. Mert régről, hát először is loptak rengeteget, tehát van miből felállítani, mert minden pénzbe kerül, ugye emelkedő sorrendben ugyan, de a lapok, a rádió és a televízió, ugye így kerül egyre többe a sajtótermék, és könnyű volt. Na most, hogy ez milyen befolyásoló tényező, erre gondolom, hogy egy kanadai embert sem kell különösebben győzködnöm, mert hát itt is ugye egy újságos stand előtt megáll az ember, mondjuk például rengeteg a bulvárlap. Magyarországon ezek a bulvárlapok, amelyek egyik nagyobb szennylap, mint a másik, holott nézetem szerint bulvárlapot is lehet intelligensen írni, ezek nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, vonatol, itt-ott, amocát kapkodják. Pletyka éjsége az embereknek úgy látszik nagy, és ezek a bulvárlapok egyrészt szép számmal vannak, másrészt hozzájuk csatlakoztak például a női lapok, amelyek régen például a Nők lapja kimondottan szociográfikus, nagyon jó lap volt Magyarországon, de teljesen elbulvárosodott, és ha csak annyit mondok, hogy ezekben az újságokban úgynevezett jobboldali, tehát nemzeti konzervatív, értékrendű embert keresve se lehet találni. Na most csak mondom a példát, hogyha valakik megjelennek egy ilyen nőklapjában, amely tényleg nem politizált, tehát nem mondja azt, hogy mocskos Gyurcsány, nem mondja azt, hogy rohadt Orbán, nem mond senkiről semmi ilyesmit. Ellenben csinálnak valakivel egy ilyen családi riportot, hát látják, hogy János valamelyik celeb nem üti a feleségét, simogatja a kutyáját, gyerekével jó bánik, ó, hát milyen rendes család. Ugyanez a János megjelenik másnap a RTL Klub heti hetes című szennyműsorában, ahol teli szája szidja az éppen az rendkívül unintelligens módon az ő általa értékrendileg nem éppen támogatott akármelyik politikai erőt, akkor az egyszerű néző hogy gondolkozik? Hát olvastam tegnap az egyik ilyen női lapban vagy bulvárlapban, hogy János az milyen rendes, nem eszi, nem veri a családját, nem eszi el a kutya elől az ételt, simogatja is néha, hát milyen rendes, hát akkor biztos igaza van most is, amikor ilyeneket mond. Az emberi gondolkodás az ilyen módon befolyásolható, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ebben a pénzvilágban, amiben él az emberiség, ebben az arányok elképesztően el tudnak romlani, és éppen azért kell az embernek nem csak résen lenni, hanem mindenfajta műveltséget és információt beszerezni, hogy jobban el tudjon a világban a józan paraszt ésszel is boldogulni, és gondolja, és kialakítani a saját önálló gondolkodásmódját, és nem hinni ezeknek a teljesen ostoba lapoknak. De ugye már a meg sajtótermékeknek, már ez a beletetés természetesen régen megtörtént nálunk, és akkor az újságok világára is igaz az, hogy ezeken az arányokon aztán már nagyon-nagyon nehéz változtatni. Tehát pillanatnyilag itt állunk, és én nem mondom azt, hogy ez a sajtó paletta, ez feltétlenül befolyásolja a magyar politikai életet a tekintetben, hogy az emberekre nagyon-nagyon hatna. Biztos, hogy kicsit hat, de azt lehet mondani, hogy ha csak a sajtót néznénk, akkor azt kell mondanunk, hogy valamennyi eddigi polgári kormány Magyarországon sajtó ellenében nyert. Tehát magyarul a sajtó nem segítette a munkáját. Az, hogy van néhány, tehát a saját maguk által összegündolt pénzből felállított sajtó az őket támogatja, ez ugye természetes, mert így élünk. Független sajtót, aki azt gondolja, hogy van, az nagyon nagyot téved. Nincs a világban, és nem is lesz soha az életben. Mert a pénz beszél, a kutya meg ugat, és pénzzel lehet sajtót csinálni,
éppen ezért nagyon fontos, hogy az ember tudja, hogy az arányokat, ha így megváltoztatták azért, akkor ne higgyen nekik, mert hát gondolkodni kell. Tehát ennyit mindenféleképpen el szerettem volna a sajtóról mondani, és ez a legnagyobb bajt ott okozza, ahol a nyugati társadalom már régen nem tart, hanem régen túl van rajta, hogy a hírszolgáltatást, mint olyat, ami ugye a legfontosabb a dolgok közötti eligazítás formájában, vagy szempontjából. Ott a hírszolgáltatásnál hihetetlen csúsztatásokkal dolgozik a magyar sajtó mind a mai napig. Az, hogy a világ rosszabbodása és a világban a diktatúra terjedésével nagyon jól tudjuk, hogy a régen etalonnak számító BBC, amit tényleg az újságíró társadalom teljes mértékben etalonnak gondolt, tehát az volt a minta, hogy hogy kell jó közszolgáltatást csinálni, az utóbbi években olyan botrányokba keveredett, amióta már nem lehet neki hinni. Ez olyan, mint egy házasságban, szóval nagyon kevés ember tudja azt, hogyha egyszer átveri a másik, utána a feltétlen bizalmat neki megszavazni. Ez egy nagyon nemes lélekre valaki ezt meg tudja csinálni, és nyilván, ha emberek kibeszélik a dolgokat, akkor ilyet meg lehet valósítani, és az ember csak tényleg nemesedik általa. De nagyon kevesen tudják ezt, és ez úgy van, hogyha az ember elveszti a bizalmát valamelyik hírszolgáltatásban, akkor egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon nehéz utána már visszaszerezni. Tehát ez mindenképpen kárunkra válik. És hogy magyar példát is mondjak erre, mert a BBC-nek volt legalább 8 botránya itt az utóbbi 2 évben, akkor hogy lehet ma az újságban, illetve a sajtó segítségével ferdíteni. Ma látszatra nincsen cenzúra. Valójában természetesen van, mert próbálj meg, mit tudom én, egy nemzeti konzervatív újságírójaként mondjuk szocialista eszméket hirdetgetni. Mármint, vagy dicsérni mondjuk a szocialista pártot. Ez egy abnormális helyzet, tudomásul kell venni, hogy ilyen abnormális világban élünk. Egyik utálja a másik az egyiket, kész. Na de ettől még a hírszolgáltatás relatíve lehetne objektívabb. A közszolgálati Magyar Rádió tavaly vagy tavaly előtt kocogok haza autóval a messzi távolból, valahonnan az Alföldről, ahol éppen jártam, és ott már csak Budapest közelében jártam majdnem, de nem lehet fogni a Lánchíd Rádiót, ami ugye nemzeti konzervatív rádió, mert nem építették ki a hálózatát, csak a Dunántúlon fogható jól, és akkor hallgattam a Kossuth Rádió híreit, és mondja, hogy mit tudom én, milyen egészségügyi rendelet szerint holnaptól 300 gyógyszer ára emelkedik. Na kész, ez az egyik hír. Jött utána egy olyan hír, ami engem rendtelenetesen felbőszített, mert tudtam, hogy nem igaz. Hallgat benneteket a nyavaja, és benyomtam, már akkor a Lánchíd Rádió körzetébe értünk, tehát ott lehetett hallani a másik rádiót, akik mindig időjárást mondanak az elején, és szerencsémre pont akkor kapcsoltam be, amikor ennél a hírnél tartott, hogy sorolva az egészségügyi minisztérium, vagy egészségügyi, nem tudom, főhajjaként a utasítás szerint holnaptól 300 gyógyszer ára emelkedik, és 400 így csökken. Na most ugye az első híradásból csak annyi volt, hogy 300 gyógyszer ára emelkedik. Na hát ilyen könnyű feldíteni, hogy mit hazudott? Nem hazudott, mert 300 gyógyszer ára emelkedett. Itt is így. Hát igen. Ezért mondom, hogy milyen jó tanulók vagyunk, nem? És azt, hogy 400-é csökken, azt ugye bár elfelejtett elmondani. Szóval ez azért eléggé vicces, hogy úgy mondjam, de ilyenekkel gyakorlatilag naponta találkozunk. Na tehát ez volt az a sajtó része, amit gondoltam, hogy mindenféleképpen nem árt, hogyha ha úgy tud az ember, hogy ez nálunk hogy alakult. Hát a többi... A reklámadóról egy pár szóval az az igazság, hogy itt hallottam, hogy lesz. És azóta én örülök neki, de hallom azt is, hogy mert én rám nem hatnak a reklámok egyáltalán, legalábbis sokkal kevésbé, mint másokra, és én kinaválhatom azt a televíziózást és rádiózást, ami ugye a világban dívik, hogy megszakítják a műsorokat, akár ugye sportműsort is, és akkor ez a dolog az valahogy teljesen emberietlen, nem tudom. Hát szereti, aki szereti, én utálom a reklámokat. Tehát nem tudom a részleteit. Ha hazamegyek, majd akkor fogom megtudni a részleteit. És
Ó, bárszéket kaptam, nagyon szépen köszönöm, de tudok állni még, bár jobb ülni. És a lényeg az, hogy ezt miért találták ki, azt is csak majd otthon lehet azért úgy kisilabizálni. Lehet, hogy Orbán ugye próbálja tömködni a lyukakat, és minél több helyről ugye pénzt kivonni, mert hogy a magyar iparból nem tud, mert az nincs. Tehát nem tudok véleményt mondani a reklámadóról, egyáltalán nem zokogok. Most még beszélnék egy pár percig, ha lehet, mondjuk a gazdaságunkról, és ha csak annyit mondok el, hogy ugye hihetetlen nagy ellenszél fogadta a világban a bankok és a multinacionális vállalatok megadóztatását, amit ugye Orbán azért talált ki, hogy ne menjen teljesen csődbe az ország, mert hát valahonnan pénzt kell szerezni, hogyha tényleg nincs termelőiparunk elegendő. És ugye érdekes módon már átvették, nagyon sok ország átvette ezt a két típusú adót, és azóta már elcsendesültek a viharok, de azért annyit mindenképpen mondanék, hogy a legnagyobb válság évünkben is, amikor már ez a két adó nem be volt vezetve, akkor is olyan nyereséget realizáltak ezek a multinacionális vállalatok és a bankok, hogy hatalmas, a válság éveinél a korábban nem látott osztalékokat osztogattak a dolgozóknak. Tehát miről beszélünk? Sírni kell, ordítani kell, meg minden, csak éppen ugye a teherviselésből nem kell részt vállalni semmit, mert ha meg lehet velünk csinálni, akkor megcsinálták. Így rabolták szét egyébként az egész országot úgy, ahogy van. Most ugye arról szerettem volna még beszélni, hogyha bírják türelemmel, hogy ugye a mi helyzetünk az Európai Unióban milyen? Hát ramagy. Azt tudom így globálisan mondani, hogy nagyon ramagy. Bizonyára nagyon sokan emlékeznek arra, talán akik figyelemmel kísérték a hazai viszonyokat, hogy ugye bennünket a 10 évvel ezelőtti csatlakozást megelőző esztendőben olyan reklámfogásokkal kecsegtettek a tekintetben, hogy miért lenne érdemes belépnünk az Európai Unióba, hogy ma már az ember saját magát neveti ki, hogy azoknak a maszlagoknak felült. Ugye Megyesi Péter találta ki azt a kis aranyos mondatot, hogy hát annyira érdemes belépnünk, hogy csak na, mert hogy nyithatunk cukrászdát Bécsben. Hát tényleg ma már annyira naív volt a magyar társadalom, hogy nem elsőre röhögte ki ezt a mondatot, csak sokkal későbben, mert amikor rájöttek az emberek, hogy bocsánatot kérek, de Magyarországon sincs módunk cukrászdát nyitni, egyébként pedig nem a tengerbe vagy a áradó folyóba kell vizet hordani, hanem onnan el kell venni. Tehát Bécs meg Csehszlovákia, illetve ma már csak Csehország a cukrászda őshazája. Marha jó cukrászdákat lehetett ott találni már az 1700-as években, és jó, hogy a mi Dobos Károlyunk is hozzátett valamit, aki a dobostorta ugye felfedezője, de hát Magyarország csak később vált ilyen cukrász nagyhatalommá, mint ahogy, mert hogy tehetséges emberek, hogy pünktlik az legyen egy mézes madzak, hogy nyithatunk cukrászdát Bécsben, hát ez azért elég nevetséges, nem beszélve arról, hogy a magyar embereknek egy büdös fillérjük nem volt arra, hogy cukrászdát nyissanak a legkisebb faluba Magyarországon, se. Nem, hogy Bécsben, ami egy drága város, mint tudjuk, az egyik legdrágább egyébként a világon. No már most ezen kívül volt még néhány olyan mézes madzag, amiből egyetlen egy vált, hogy úgy mondjam, maradéktalanul valóra, csak avval se tudunk élni rendesen, ez a határok nyitottsága. Tehát azért az én nemzedékem már úgy hal meg, és még azért az egy-kettővel lejjebb lévő nemzedék is, hogy összeszorul a gyomra, hogyha a határon átmegy. Nincs ott már senki az ég egyet a világon, egy nyomorult kapuba nem ül senki, de mégis valahogy úgy vagyunk megalkotva, hogy ezek az emlékek, ha az írott emlék, meg a szó szerinti, meg az adatok el is tűnnek az életünkből, már nem emlékszünk sok mindenre a létező kommunizmus ideje alatti időkből, de mégis valahogy ezek az érzések annyira benne maradtak az emberben, hogy ez már belőlünk el nem múlik. De hát az idők folyamán, ha nem is abban azon a napon, de azért rájöttem hamar, hogy addig se az bántott bennünket, hogy van határ, én ma visszaállítanám mindet, de hát én ebben tekintetben nyilván másképp gondolkodom, mint más. Nem tilos, mindenki gondolkodhat másképp.
nagyon nagy mértékben tiszteletbe tartom, de hát én másképp gondolkodom. Tehát én azt mondom, hogy határokra nagyon nagy szükség volna. A világban négyzetesen nőtt a bűnözés aránya. Az, hogy nyitottak a határok, és mindenki jöhet, mehet, olyan is, aki azért az adott országért soha az életben nem dolgozott meg. És nagyon jól tudjuk a példákat, hogy van olyan is, hogy oda megy és elvár mindenféle olyan segélyeket, amiért szintén soha az életben nem dolgozott meg, és még nem bizonyított, hogy annak a országnak a jó polgára akar lenni, hanem rögtön bűnözéssel kezdi. Ez egy egészségtelen dolog. És ilyennek szerintem nem lehet kitenni azokat az embereket, akik tisztességes munkát akarnak végezni. De minden esetre, tehát visszaállítanám, tehát nem az volt a bajunk, hogy a határokon az útlevelet ki kell nyújtani, meg esetleg vámvizsgálat is van, meg mit tudom én mi van, hanem az volt a bajunk, hogy a Hegyesalmi 20 kapu közül 2 volt mindig nyitva. A összes többiben nem ült senki. Ha ott ültek volna, akkor elég gyorsan ment volna a sor. És hát még mondhatnánk néhány példát, volt még egy olyan mézes madzag, azt már a komolyabb emberek mondták, de már az is kiderült, hogy annyira komolyan gondolták, hogy nem lett igaz, hogy ugye küldhetjük külföldi egyetemekre a gyerekeinket. Hát először is ez nem valósult meg, mert olyan sokba kerül a külföldi egyetem, nálunk is már fizetős, mint tudjuk, a legtöbb ember számára fizetős az összes egyetem, néhány nagyon jól teljesítő diák számára nem az, de minden esetre hát a magyar szülő nem azon gondolkodik, hogy hogy küldené, természetesen kivétel azoknak, akik mérhetetlenül meggazdagodtak, és ez nem jelent problémát, de nem azon gondolkodik, hogy hogyan küldje külföldre a gyerekét, hanem hogy magyar egyetemre fölveszik-e, és azt hogyan fizeti ki, mert a kisfaluból jötteknek például, ugye albérlet kell, vagy kollégium kell, ez mind-mind pénzbe kerül, és abból a 80 és 200 ezer közötti fizetésből, ami a minimálbér és a átlag jövedelem között van Magyarországon, ez a 280 és 200, ebből tisztességesen megélni se lehet, nemhogy a gyereket egyetemre járatni. Teljesen nevetséges ér volt tehát ez is, és hát azóta azért nem tolonganak külföldi egyetemen a gyerekeink, ellentétben a magyar egyetemeken elég sok külföldi van, mert bármi nem tudjuk megfizetni, de vagy nem nagyon, meg végtelenségig eladósodva, de azért a bizonyos külföldieknek elég olcsó, és bizonyos egyetemeken, mondjuk például az orvosin, nagyon jó az oktatás. Az, hogy a Európai Unió negatív hozadéka az úgynevezett bolognai folyamat, magyarul, hogy a felsőoktatást egységesítendő eszement hülyeségeket találtak ki, és egy 3 éves alapképzés után jöhet a úgynevezett mesterképzés, és a 3 éves alapképzéssel a mai magyar fiatalok a világon semmit nem tudnak kezdeni. Tehát eleve nem ér semmit az a diploma, ami ez a 3 éves képzés, tehát a bolognai folyamatnak az egyik folyamánya. Tessék? Ez így van, de semmit, szóval vannak már egyre több konkrét példák, riportokban jelennek meg, meg statisztikák is, és az egyetemi tanárok világnézeti elkötelezettséget teljesen hátrahagyva, tehát semmi köze, hogy éppen még pártnak drukkol, minden valamivel való komoly egyetemi tanár mondja, hogy ezzel úgy lyukra futottunk, és ezzel úgy tették tönkre a magyar oktatást, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Teljesen tacsra téve, padlóra téve. Hát én azt gondolom, hogy ami ennek a Európai Unió és a mi hazánk viszonyáról szóló kis előadásnak a vége lesz, amit el akarok mondani, hogy ugye a mostani, elmondom így most előre, a mostani Európai Uniós választások rezüméje az az, hogy az euroszkeptikus pártok rendkívül módon előre törtek, de olyan mérhetően, és az úgynevezett nemzeti pártok, a jó értelemben vett nacionalista pártok. Ez egy olyan folyamat a világban, ami nem csak Európai Unióban történt meg, hanem a Oroszországban is, és az ázsiai országokban is, Japánban, Indiában, Kínában, mindenütt a nacionalista pártok győztek. Ez egyfajta pozitív visszarendeződést sugall az én véleményem szerint, a tekintetben mindenképpen, hogy elindult valami teljesen ellentétes folyamat, mint ami az eddigi például az Európai Unióban játszódott, és ezt nagyon nagyra értékelem, mert akkor legalább talán abba fogják hagyni ezt a hülyeséget, hogy föderális, meg majd mi megmondjuk, majd az európai kormány megmondja, hogy mit csináljanak az egyes országok. Ezt
a magyar emberek teljes mértékben elutasítják. Egyrészt elutasították azzal, hogy 28-29 között volt a 100% arány, akik elmentek egyáltalán szavazni. Ha egy országban az Európai Unió sikeres lett volna, akkor én úgy gondolom, hogy ezt megérzik az emberek, és nem ennyien mennek el szavazni. És ezen belül is az euroszkeptikus pártokra történő szavazati arány is megnőtt, mondom még egyszer, az egész Európai Unióban. Na tehát a csatlakozás után ezeket a maszlagokat leszámítva nagyon hamar meg kellett tapasztalnunk azt Magyarországon, hogy az előnyök teljes hiányát élvezzük. Talán így mondanám viccesen, legalábbis alulnézetből. És azért mondom, hogy alulnézetből, mert én most alulnézetből beszélek, tehát a kis ember szempontjából. Tudnék, ma a világ olyanná vált, nem elsősorban Magyarországon, és nem elsősorban a magyar politikai bármilyen színű vezetésnek köszönhetően, hanem a világban, Amerikában elsősorban, hogy eleve hihetetlen hazugságokra épül, és olyan dolgokra épül, amiből minden politika iránt érdeklődő ember azt a következtetést vonja le, hogy itt előlem kérem szépen valamit rendesen eltitkolnak. És a magyar politikának is vannak olyan intézkedései, amikor 40 meg 80 évre titkosítanak dolgokat, ami már eleve nem fér össze azzal a nagyképű kijelentéssel, hogy demokrácia, amiben én egyébként, Isten bocsássa meg, egyáltalán nem hiszek, abszolút nem hiszek, és nem is hiszem, hogy lesz valaha is totális demokrácia, és nem is gondolnám, hogy annak kellene lenni. És erre mondok két példát, hogy miért nem, értse mindenki úgy, ahogy akarja. Nem hiszek abban, hogyha 100 hülye megszavazza azt, hogy nem forog a föld, hogy attól még a föld leállna. Nem gondolnám, hogy ez bekövetkezik. És ugyanez a véleményem arról is, tehát ha valaki azt állítja, hogy demokrácia létezik, akkor azt is állítja, hogy ha 100 hülye azt szavazza meg, hogy nem forog a föld, akkor az nem fog forogni. Hát ez ugye, mint tudjuk, hogy nem így van. A másik meg, hogy nem lehet kérdés az, hogy két farkas és egy bárány, ha úgy dönt, hogy mi lesz vacsorára, az ugye kétharmados többség. Ez egész biztos. Ennyit a demokráciáról. Tehát egyáltalán nem hiszem, hogy létezik ilyen, és jó is, hogy nem létezik, azon kívül pedig totális demokrácia, hiába ugatnak a műveletlen politikusok olyasmikről, hogy mondom, ezek a görög. Görögországban se volt soha teljes demokrácia, mindig mindenhol, ahol normális államot próbáltak csinálni, korlátozott demokrácia volt érvényben. És hogy lehetne mondjuk egyen rangú, mert hogy egyen jogú legyen minden ember, ezt azt hiszem, hogy senki normális ember nem vitatja. Hogy lehet egyenrangú rangban egy olyan valaki, aki életében egy bötűt nem olvasott el, halálra itta magát, ott düllöngél az utcán, saját akaratából egyébként, egy olyan emberrel, aki egész életét mondjuk a tanulásnak szenteli. Hogy érhet ugyanannyi szavazatot az ő egy X-e vagy mi a fenéje, meg a másik egy X-e? Hát ez nonsense. Tehát ezek álságos dolgok, mint ahogy álságos ma az egész világ. Úgy, ahogy van. Hogy egy kicsit álságosabb az egyik, mint a másik, ezzel a különbséggel szórakozunk, mert én úgy gondolom, hogy mi a legjobbra még sohasem tudtunk szavazni. Mindig csak a legkisebb rosszra szavaztunk. Nem tudom, önök itt hogy vannak vele, de azt gondolom, hogy ez is világjelenség, és egyáltalán nem magyar sajátosság. Így kell élnünk, és én azt gondolom, hogy mindenkinek el is kell menni kötelessége az érzése szerint, a szerinte legkisebb rosszra, vagy megengedem, hogy ő azt legjobbnak tartja, hát a magyar statisztikai adatokon nem látszik, hogy a legjobbakat már sikerült volna kiválasztanunk, de hajrá, hajrá gyerekek, sok sikert kívánok mindenkinek. Tehát ugye felülnézetből egy Európai Unió is egészen másképp néz ki. Felülnézetből, politikusi szemszögből lehet elmenni busás 2 + 2 millió forintos jövedelemért, vagy pénzzel, amivel rendelkezik ott minden képviselő, Brüsszelben okoskodni, meg képviselősködni, nyugodtan lehet, kockázat, számonkérés és lényegi munka nélkül, tisztelet, mindig tisztelet a kivételnek.
a kevés kivételnek, sőt, újkeletűleg, ugye nagyon jól tudjuk, hogy lehet Brüsszelbe menni hazátárulni is, mert honi képviselőink, mármint Európai Unióban Brüsszelben megjelenő képviselőink egy része közönséges hazáruló. Tehát szakmányban árulja a hazáját, kimegy és mindenféle hazugságokat mond Magyarországról. Na most ez azért érdekes, mert elvileg a hazárulást mindenhol büntetnék, csak ugye nem tudjuk, hogy most nekünk Európai Unió a hazánk, vagy csak egy ilyen konglomerátum, vagy mi, mert én megnéztem azt a törvényt, amely a belépésünk előtt a hazárulásról szólott, és utána ugye elbizonytalanodtam, mert ha most elmondom azt az egy mondatot, amit kiírtam magamnak, hogy az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a magyar köztársaság függetlenségét vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, büntettet követ el, és 5 és 15 év közötti szabadságvesztéssel büntethető. Ez egy nagyon szép mondat, csak éppen mióta beléptünk az Európai Unióba, akkor már nem tudom, hogy a függetlenségét a magyar köztársaságnak sérti-e az, aki naponta hazát árul, mert össze-vissza hülyeségeket beszél Magyarországról, sőt, ugye Göncz King a személyében nem egyszer előfordult, hogy a megbüntetését kéri a saját hazájának. Tehát a pénz büntetését. Nagyon konkrét példáim vannak. Bárkinek tudok szolgálni teljesen konkrét példákkal. Ezzel van egy gyűjtemény, és azt néhány újságíró összeszedte, töredéke annak, ami megtörtént, csak mégis nagyon jó pofa kis példák. Tehát nem lehet tudni, ugye, hogy mint merre, meg meddig, és ez elég érdekes, de azt viszont, hogy az alkotmányos rendünket ugye rendre sértik a hazárulók, ez teljesen nyilvánvaló, hiszen hát a állampolgársági törvényről is, amiket ugye elmondtak, az is a magyar, holott a magyar alkotmányban, mert nem van, megszavaztuk a külföldre szakadt vagy elszakított országrészek magyar polgárainak a állampolgárság megadását. Ezt is támadták, mindent az ég egyet a világon támadnak, tehát akkor szerintem ez nyílt hazárulás, mint ahogy teljesen nyílt hazárulás volt az is, amikor a pontosan ennek a új alkotmány megalkotásának idején a hatalmas veszekedések belül, amit kivittek országon kívülre, holott a Európai Unió törvényei szerint ez nemzeti belügy, és azt is tudnám mondani, hogy amikor most, illetve 2010-ben, amikor a megalakult új parlament első intézkedéseként meghozta az állampolgársági törvényt, és ugye, mit tudom én, arra kérte a házelnök a színtársulatot, hogy álljanak fel és énekeljék el a himnuszt, ugye a befejezésképpen a parlament akkori ülésének, és a székely himnuszt, akkor egyesek felálltak és kivonultak a teremből. Alkotmányos rendünk megsértése volt az is, amikor most a megalakuló új parlament, tehát a csökkentett létszámú parlament most 2014-ben, ugye a magyar parlamentben esküdtett az alkotmányunkra, mint ahogy az a világ minden országában itt történik, akkor a szocialista párt egyes tagjai azok nem mondták el az esküt, hanem más esküt tettek. Ezt kérem szépen kérdezem, hogy láttak már olyan országot, ahol ez előfordulhat? Nem. Mert én még nem. Én még nem. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, hogy ez mind közönséges hazárulás, ha a törvényeknek akarunk megfelelni. Alkotmányos rendnek a... Így van, megsértés. Pontosan. Na hát... Azt még hozzátenném, hogy számunkra tehát a csatlakozás, a 10 évvel ezelőtti csatlakozásunk az Európai Unióhoz az addigi rabló privatizáció folytatását jelentette, a munkahelyek további elvesztését, eladósításunk fokozását. Nagyon jól tudja mindenki, hogy például ugye a Gyurcsány kormány, amikor az utolsó esztendőben, illetve hát akkor már Bajnai volt, fölvette a Világbankkal való tárgyalás után azt a hatalmas kölcsönt, amit teljesen annyi időre vettek föl, hogy a következő kormánynak kelljen visszafizetnie.
akkor az azért volt, mert két héten belül se nyugdíjakat, se fizetéseket nem tudtak volna már fizetni. Ezt minden újság lehozta, mindenhol megtalálható a magyar statisztikai adatok között. És akik figyelmesebben szemlélték a folyamatokat egyébként, azoknak pedig a uniós működésbe egyre inkább világossá válhatott az egyre lopakodó globalizáció természete, ami egyébként lopakodik mindenhol a világban, csak nálunk még jobban lopakodik, mert nálunk ugye sokkal alacsonyabbról kezdtük ennek a társaságnak a megfelelést, mint mások, és belépéskor akkor talán keveseknek, ma viszont egyre többeknek világos a cél, és lehet, hogy erről a világ különböző pontjain másképp vélekednek. Én nagyon sokakkal beszéltem már, akik szerte a világban hasonlóan gondolják. A népek gazdasági és szellemi lezüllesztésével, elszegényítésével, egy jellegtelen masszába gyűrásával, a gyökereikből, illetve a gyökereik felszámolásával, egy érzéketlen, elbútított, csak a fogyasztásra, az élvezetekre, silány élvezetekre vágyakozó tömeg létrehozása a cél, és ennek szerintem már nagyon is a vége felé járunk. Gazdasági szempontból pedig az óriási cégek szerepének mértéktelen növelése, a nemzetállamok szereplését, illetve szerepének csökkentése a cél, és ennek a velejárói szerte a világon a gazdaságot, a termelő gazdaságot fölváltó spekulációs pénzgazdaság és az uzsora kamatra épülő rablókapott kapitalizmus. Az, hogy ebben a témában a különböző országok különböző szinteken állnak, ez mondjuk nem von le a kijelentés értékéből vagy tartalmából semmit, mert attól még a szegényebb országokat épp úgy a rablókapitalizmus sújtja, mint a gazdagabb országokat is a rablókapitalizmus sújtja. Nézetem szerint egyre többen jönnek rá a világban arra, hogy ez az út nem járható út, tehát hogy ezen változtatni kell, ezért is volt most ez a földindulásszerű politikai változás Európában, a részben ugye az euroszkeptikus pártok növekedése, a világban pedig a nacionalista pártok előretörése, mert az embereknek elegük van abból, ami eddig történt. Ilyen egyszerűen. És az is hamar kiderült egyébként, amit már mondtam, és még mindig a 2000-es éveknél tartunk, hogy a demokráciához az Európai Uniónak az ég egyadt a világon semmi köze, még véletlenül se, hanem egy szigorúan agyon szabályozott, központi irányítású erőszakszervezet van ott, amelyben a későn csatlakozottakra a világon napra készen minden szempontból bizonyítható szegény rokon szerep várt. És jelen pillanatban is ezt a szegény rokon szerepet töltjük be mi is, a posztszocialista országok többsége is, és ugye tudjuk, hogy a déli országok, tehát Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország jóval nagyobb bajban van, mint Magyarország a válság idején. Pillanatnyilag, mert hihetetlen adósságtömegük van, a gazdaságuk le van pusztítva nekik is, és nem beszélve arról, hogy a munkanélküliség az hatalmas, a fiatalok körében pedig elképesztő arányokat öltött a déli országokba. Tehát ezek a dolgok jóra semmiféleképpen nem vezetnek, ha nem lesz változás. Az, hogy az emberek változást akarnak, ez teljesen nyilvánvaló, és megunták a magyar emberek is, és az Európai Unióban élők többsége egyébként, hogy egy olyan zsákutcába éljenek, amiből a kihajtás nem lehetséges, csak a behajtás. Mondanom kell, hogy a sok tízezernyi oldalas európai jogszabálytömeg nem tartalmazza kilépés lehetőségét. Ezzel nem számoltak a unió fura urai, amikor megalapították az Európai Uniót, és ez mind a mai napig hiányzik belőle, és a lisszaboni szerződést, amit záradékként csatoltak ugye az Európai Unió szerződésekhez, papírokhoz, azt pedig a magyar parlament anélkül szavazta meg, hogy elolvasta volna. Azt gondolom, hogy ez világbotrány egyébként, ilyenről nem tudunk még, hogy legalább álságosan annyit történt volna, hogy valakik elolvasnak, hogy úgy tesznek, mintha elolvassák a törvényt. A törvény nem volt még benne, és nem volt lefordítva az a hatalmas tömeg, de nem volt
kézbeadva se senkinek, tehát aki mondjuk angolul tökéletesen tudott volna, azt se tudott volna, tudta volna elolvasni, mert még nem volt kézbeadva. Tehát elég érdekes ez az egész. És hihetetlen dolgok történtek meg ugye az elmúlt években. Egy példát mondok csak, hogy mondjuk az Európai Unió megtiltotta akkor még nem az akácot, hanem a kötelezővé tette, hogy le kell cserélni a közönséges lámpákat, vagy izzókat az energiatakarékos izzóra, mert az nagyon takarékos. Nálam van az a cikk és a kis könyvemben, ami megjelent, az az írás, amely azt bizonyítja, hogy kénytelenek voltak az Európai Unió furcsa urai és vezetői bevallani, hogy az energiatakarékos lámpák cseppet sem energiatakarékosak, de azért a izzógyártókat egy pillanat alatt tönkretették, a Tungsram is azonnal leállt, mert nem volt mit gyártania, mert ugye ezt kivezették pár év alatt, hogy először csak a 100-as nem lehetett kapni, aztán a 75-öst. Ha még néhány boltban van, az azért van, mert megmaradt a 4 évvel ezelőttiről, vagy a 3 évvel ezelőttiről, aztán majd úgy szépen elfogyogat, és ráadásul ugye a tartós, nem viccelek, a tartós égő, amit méregdrágán megvettünk a régi helyet, tartós használat esetén egyre kevesebb fényt sugároz. Ezen aztán kabaréttréfák is születtek, én is megírtam, hogy én még nem láttam olyan tartós cikket, amelyeket ne tartós használatra alapítani, csinálnának. Benne van a nevében is, de ha tartósan használod, akkor egyre kevesebb fényt sugározna. Most az én szobámban, mert ilyen tisztességes, becsületes állampolgár vagyok, hát nem lehet égőt használni, hát akkor nem használunk. Megveszegettem szép apránként, amikor valóban kiégett a régi 100-as égő, betekertem ezt a vackot, na jó van, ég, rendben van, olyan sötét van, bárkit Magyarországon jár, meghívok, felgyújtom a villanyt, még nem égett ki ugyan, tök sötét van, mert alig világít. Én még ilyet, komolyan mondom, teljes vicc. És számtalan ilyen intézkedés volt egyébként. És hát mondok egyet, ami gondolom, hogy sokakat itt majd meg fog érinteni, ezt is idézném. Azt mondja, hogy igen. Itt erről a kis cikkben arról volt szó, hogy példátlan az a stílus, ami az Európai Parlamentben megvalósul, és egyáltalán, hogy olyan dolgok miatt támadnak bennünket is, amikhez az ég egyadta világon semmi közük nincsen, és hát csak a szavakban van belügy, a valóságban nincsen, és hát a tettekben meg van rabszolgatartó és van rabszolga, és akkor ebben azt írtam meg, hogy az észérvek ma épp úgy nem számítanak, miként 91 évvel ezelőtt is süket fülekre találtak. Az a legdöbbenetesebb mégis az volt, amikor ezen a bizonyos Európai Uniós plenáris ülésen, ahol megint csak bennünket támadtak, Vivian Reding, alapjogokért felelős európai biztos, mondta, állítólag őt is anya szülte, úgyhogy ne tessenek meglepődni, felszólította Magyarországot, hogy állítsa le abortusz ellenes kampányát, vonja be a posztereket, mert ez sérti az anyák önrendelkezési jogát. Hát nehéz ilyenkor megállni tényleg, hogy az ember ne írjon le nyomdafestéket, nem tűrő mondatokat, de csak arról szeretnék tájékoztatni mindenkit, akik nem láttak ilyen plakátot, hogy mi szerepelt rajta. Nos, egy magzat vallomása következőképpen. Azt is megértem, ha nem vagy kész rám, de inkább adj örökbe, hogy éljek. Ezt szedette le a magyar, na felék ezek ilyen reklámoszlopokról és metrókról, Vivian Reding, alapjogokért felelős biztos, mert ez sérti az anyák önrendelkezési jogát. Tehát félreértés ne essék. Nem az abortusz tiltotta meg a magyar kormány, hogy az aztán tilos és nem legyen, csak arra kérte ugye az anyákat ezen a igazán szívhez szóló kis plakáton, hogy ne vetesse el a gyermekét, hanem inkább adja örökbe. Magyarországon nagyon sokan várnak gyerekre, egyre több a meddőházasság, és nagyon sokan várnak gyerek örökbe fogadására, amit a törvények nagyon sokáig írtó bonyolultá tettek, most könnyítettek rajta, úgy tudom, egy pár évvel ezelőtt.
részleteket nem tudok, de hát ugye itt teljesen döbbenten állt mindenki, hogy egy ilyet egyáltalán meg lehet tenni. Én máig nem értem, hogy hogy fordulhat ilyen elő. Úgyhogy ki tudja, hányadjára már rá kellett arra jönnünk, hogy ismételten átvertek bennünket, és a Vivien Redinges történetben meg arra kellett rájönnünk, hogy elképesztő gondolkodásmód jellemző a világ furcsa urainak többségére. És akkor még néhány tény sajnos számokban, hogy évente átlagosan a GDP 30%-a áramlik mi tőlünk magyaroktól az Európai Unió 15 országaiba. Ez 2011-ben körülbelül 8 milliárd forint volt, miközben az Unióból beérkező támogatások a bruttó nemzeti össztermék mindössze 1%-át tették ki. A bejövő és a kiáramló pénzek mérlege számunkra egyértelműen negatív volt, amellett ráadásul, hogy már Magyarország a csatlakozási folyamat során elképesztő egyoldalú előnyöket biztosított az Európai Uniónak. Gondoljunk csak a közművek eladására, amit most szépen vásárolnak vissza, vagy hála Istennek, nehezen, de vásárolnak vissza, vagy arra, hogy ez mind a mai napig megvan, hogy munkahelyteremtő támogatásként 5-6 millió forintot ad a kormány minden egyes felvettet, Multik által felvett emberért. Miközben, ha ezt az 5-6 milliót, ezt közgazdászok, nálam képzettebb közgazdászok, gyakorló közgazdászok, elemző közgazdászok mondják, ha ezt a közép- és kisvállalkozásoknak adnák, akkor akik, illetve amelyek tulajdonosai, Magyarországon a legnagyobb munkáltatók, tehát Magyarországon a munkavállalók többségét kis- és középvállalkozás foglalkoztatja. Ha ezeknek adnák munkahelyteremtésre, a munkanélküliség gondja sokkal kisebb lenne, mint így, de nem ezeknek adják. Ezelőtte egyelőre értetlenül állunk, mert egyik kormány se adott rá elfogadható magyarázatot. Legfeljebb csak azt, hogy még 80 meg 100 ezereket, tehát minimálbért keresni is jobb, mint nullát keresni, mert a magyar kormánynak jelen pillanatban egy szétrablott országban nincs arra pénze, hogy az leszerelt és elvitt, elkobzott iparunkat visszaállítsa. Ezt csak szép fokozatosan lehet visszaállítani, mégpedig azért, mert rombolni mindig sokkal könnyebb, mint építeni. Nagyon sok privatizációs történet van a birtokomban. A magyar sajtóra volt jellemző, hogy Magyar Rádióban a 90-es évek elején egyedül én csináltam privatizációról szóló műsort, mert nem véletlenül a beavatottak egyszerűen nem engedték a sajtó orgánumainak, hogy ezeket a dolgokat megvilágítsa, hogy milyen rabló privatizáció során jutott egy-egy külföldi multi a magyar piachoz, mert nem a gyárakhoz, mert azokat leszerelték, lerombolták, elvitték, eladták, hanem piacot vettek. Tehát növényolajipar, ami egy nagyon-nagyon állatorvosi lómi nálunk, mert ugye mindenünk van olaj, hogy mondják ezt, növény, olívaolajfán kívül, amiből olajat lehet csinálni, tehát napraforgótól kezdve mákig, lenig, mindenféle, amit használnak főzésre és akár ipari célokra is olajat, de ugye megnyerték, megkötötték például az Alföldön a napraforgóra a parasztokkal a szerződést, hogy beszállítók lesznek. Fél év múltán, anélkül, hogy törődtek volna, ez az Unilever volt, törődtek volna avval, hogy mi lesz a magyar paraszttal. Egy fél esztendő után leszerelték a gyárat, elkutyolték, elvitték, és ugye piacot vettek, kivonultak az országból, pontosabban nem vonultak, mert itt van az elosztó helyük, és a általuk máshol megtermeltetett olajat hozzák be, és adják el nekünk. Ez a tipikus gyarmati modell, ezen nem is lehet vitatkozni. És mit akartam még itt mondani? Igen, még egy adat, mert nem akarnék itten adattal bombázni senkit. Állami számvevőszék adatai bizonyítják, hogy 2004-től 2010-ig 1547 milliárd forint érkezett be támogatásként, miközben különböző jogcímeken 6609 milliárd forintot vontak ki az Unióba, az uniós pályázatokba.
Tehát elképesztő. Négyszerese. Hát ez még többszörös. Négyszerese, pontosan négyszerese, igen. Ami egyébként ugye egy szegény országnál elképesztő. Egész egyszerűen elképesztő. Szóval nem fárasztanám tovább itt a társaságot, nyilván lesz módunk itten beszélgetni még, de hát ha hozzáteszem azt, hogy az Unióban azok az alakok, akik irányítják az Uniót pillanatnyilag egy ilyen José Mária, vagy mi a bánat, Manuel Durão Barroso, ez ugye a ifjúkorában a maoista mozgalom vezetője volt Portugáliában, a kommunista mozgalom vezetője, később a portugál kommunista munkáspártot vezette, és mint portugál miniszterelnök azt ígérte, hogy a költségvetési hiányt, ugye mi addig egy fillér támogatást nem kaphattunk, amíg a kötelességszegési eljárás miatt ugye eljárás volt ellenünk, amíg le nem vittük, Orbán kormány első évében már 3% alá a államháztartási hiányt, hát ugye hihetetlen áldozatokkal ezt tudja mindenki, és a lényeg az, hogy azóta is mindig alatta tartjuk. Ennek a nagyszerű embernek, aki ugye mégiscsak ott ül a csúcson az Európai Unióban, mint portugál miniszterelnök, ugye azt ígérte, hogy 3% alatt tartja a költségvetési hiányukat, de az a két év, amíg meg nem bukott és amíg szolgált miniszterelnökként, az alatt megduplázta a hiányt Portugáliában, nem hogy lejjebb vitte volna, hanem megduplázta. Feltehető a kérdés, hogy vajon miért erre a bukott emberre van szüksége az Európai Uniónak, ha tudja a választ, akkor egy cukorkát. Aztán itt van ugye ez a Martin Schulz nevű szörnyetek, aki ugye német, és elfelejtett leérettségizni, mert eltarácsolták a középiskolából már mindjárt, ahogy odament, és aztán semmiféle szakmát nem tanult az ég egyet a világon, a zöldeknél csinált politikai karriert, és különböző akciókkal hasonlatosan a másik díszpinthez, ez a Cohn-Bendithez csinált mindenféle akciókat, és valaki azt mondta róla, ezt felírtam magamnak, mert nagyon szellemes, egy magyar valaki, de már nem tudom, hogy ki, hogy közéleti megnyilvánulásai miatt ez a Schulz az európai adminisztráció Rákosi Mátyása, és hát ezt a szocialista országok persze abszolút vették, tehát azok nagyon jókat röhögtek rajta, amikor ez ott elhangzott, és mondta, hogy ezt a magyaroknak mondja, a Tanú című filmre, ha itt valaki emlékszik, mert láttam, a Tanú című filmben lévő Virág elvtárs radikális változata. De ezen meg a magyarok röhögtek, mert ugye ők tudták, hogy miről van szó, a Tanút nem hiszem, hogy túl sok szocialista országba elvitték volna, bár lehet, hogy tévedek, fogalmam sincs róla, de minden esetre ott ez a vélemény róla, hát akkor most erre mit mondjunk? Azt mondjuk, hogy ha most sikerül valami fordulatot venni az Európai Unióban, akkor a csata kimenetele pozitív, tehát megnyerhető, hanem akkor szerintem jönnek a tragédiák, és minden normális ember az biztos, hogy szuverén államok szövetségének képzeli el az Európai Uniót, ahol mindenki őrzi és ápolja a saját nyelvét és a kultúráját, ahol a kettős mérce sem a jogban, sem a politikában, sem az erkölcsben nem működhet, és ahol a történelmet nem meghamisítják, hanem megbeszélik a kölcsönös sérelmeket, és ahol béke van, nincs rabszolgaság, és nincs adós rabszolgaság se, mint ahogy az Európai Uniós országok többsége ebben az adós rabszolgaságban szenved, és a kis csoportok nem erőszakolhatják rá az akaratukat a többségre. Mi legalábbis ilyen Európai Uniót szeretnénk, kommunizmus és fasizmus nélküli Európai Uniót, és ahol a pénz az embert szolgálja, és nem fordítva. Mert jelen pillanatban, és ez már nem az Európai Unió témája, ma a világot a pénz mozgatja, már régen pénz mozgatja, ezt én nagyon primitíven, bocsássák meg, úgy mondom, hogy a sátán uralkodik a Földön, pénzképében eljött, és úgy gondolom, hogy ez nem mehet sokáig így, mert az emberiség tökéletesen a veszélybe rohan. Ha a mostani időszak a felismerést szolgálja, akkor mindenki nagyon boldog lehet.
ha pedig nem, annak nagyon hamar ki kell derülnie. Elkérem is Elmértől ezt a könyvet, amiből szeretnék itt is felolvasni, ezt már tegnap előtt megtettem valahol. Két anekdótát, mert ez a véleményem egyrészt a politikáról, másrészt pedig az a anekdóta, amit először felolvasnék, arról akkor írtam cikket, amikor valaki egy ilyen beszélgetés alkalmával Magyarországon, ahol sokszor találkozom a közönséggel, megkérdezte, hogy szerintem ma Magyarországon, nem tudom, hogy Kanadában mi a legnagyobb baj, itt kevés baj van ahhoz képest, amennyi nálunk, de nem tudom, hogy önök erre mit felelnének, hogyha megkérdeznék maguktól, hogy önök szerint mi ma Kanada legnagyobb baja, ha van egyáltalán. Mindenhol van legnagyobb baj, meg mindenhol van legkisebb baj. És megkérdezték tőlem, hogy mit látok én ma Magyarország legnagyobb bajának. És ide behúztam a nyakamat, mert tehát ki a franc vagyok én, hogy most az arról szónokoljak, hogy mit látok Magyarország legnagyobb bajának, de hát ezek csak erősködtek, hogy mondom, mindenkinek joga van Magyarország legnagyobb bajának látni valamit. És valahogy jött egy ilyen isteni sugallat, amiről úgy gondolom, hogy fején találtam véletlenül a szöget. És akkor azt találtam mondani, hogy szerintem az, hogy nem a megfelelő emberek vannak a megfelelő helyen. Hogy ez a világban hogy működik, erről csak az Európai Unióról tudnék beszámolni, mert ott szerintem végképp nem. De ha születnek nálunk nagyon jó intézkedések, tehát jó kitalációk, megszavazzák, kormány elkezdi megvalósítani, és valahogy úgy gellert kap az egész. És akkor úgy nem a pozitív irányba, hanem inkább lejtőre tolják. Tehát azt veszi észre az ember, hogy vagy elszabotálják, vagy annyira idétlenek, és nem értenek hozzá, hogy nem tudják az eredeti szándék szerint megvalósítani. Még a kommunikációja is olyan, hogy nem érti az ember, hogy miért nem tudják ezt logikusabban elmagyarázni. És akkor én tényleg arra jöttem rá, hogy nem a megfelelő emberek ülnek a megfelelő helyen. Gondoljon mindenki a saját munkahelyére, kitalálnak valami nagyon-nagyon jó dolgot, de még egy pultban ülő ember is. Hú, hát hoztam valami marha jó italt, kéne népszerűsíteni, el kéne adni. Erre egy másik, aki társ meg, mit tudom én mi, ez felvizezi egy óvatlan pillanatban, mert ő úgy gondolja, hogy megkóstolta és finomabb. Szóval hülye példákat lehetne sorolni, de nálunk nagyon sok intézkedésből aztán azért nem lesz semmi, vagy annyira rosszul valósul meg, mert elfelejtik megbeszélni, elfelejtik megkérdezni a bölcsebbeket, gondolom erre azért a saját területén mindenki tud példát mondani, és akkor találtam egy tüneményes anekdotát arra, hogy miért nem becsülik meg azokat az embereket, akik tényleg hatékonyan értenek valamihez, és miért egy csomó esetben a hülyét nevezik ki helyette. És az anekdóta, ez a bűvályos kis dolog a következőképpen szól. Egy öreg úr egyszer elhatározza, hogy elmegy Afrikába szafarira. Magával viszi az öreg kutyáját, hogy társasága legyen. A kutya egy szép napon addig kergeti a pillangókat, amíg azt veszi észre, hogy eltévedt. Bóklászik erre-arra, hogy megtalálja az utat, egyszer csak látja, hogy egy leopárd rohan felé, láthatóan azért, hogy megegye. Az öreg kutya azt gondolja, jaj, most aztán igazán bajban vagyok, észrevesz a közelében néhány csontmaradványt valami dögből, gyorsan elkezdi rágni a csontokat, hátat fordítva a közeledő leopárdnak. Amikor az már majdnem ráugrik, a vén kutya felkiált, ez a leopárd igazán finom volt, vajon találok-e még egyet? Ezt halván a leopárd az utolsó pillanatban visszafogja az ugrást, rémülettel néz a kutyára, és gyorsan elhordja az irháját. Hú, sóhajt a leopárd, ez meleg volt, ez a vén kutya majdnem elkapott. Közben egy öreg majom, aki végignézte az egész jelenetet egy faágról, arra gondol, hogy hasznot húzhat abból, amit tud, nem Magyarországról szól ez, és kialakulhat valami, vagy aki ráismer, az nem mond igazat, és kialakulhat valami védelmet a leopárdtól. Utána iramodik, de az öreg kutya, amikor látja teljes sebességgel rohanni a leopárd után a kutyát, rájön, hogy valami ravasság történik. A majom utoléri a leopárdot, elárulja neki a kutya cselét, és alkut ajánl. Az ifjú leopárd feldühödik, hogy így rászedték, és azt mondja, hogy ide gyere majom, ugorja hátamra, és meglátod, hogy jár, aki be akar csapni.
Az öreg kutya látja a felé rohanó leopárdot a majommal a hátán, és nyugtalankodik. Na most mit csináljak? Ám menekülés helyett újra leül a háttal támadóknak, és ismét úgy tesz, mintha nem is látta volna őket. Mihelyt halló távolságba érnek, felkiált. Hol van már az a hülye majom? Már egy órája elküldtem, hogy hozzon nekem egy másik leopárdot. Tanulság, sose nevest ki, és becsüld le az időseket, a kor és a finesz végül mindig ledőzi az erőt és a fiatalságot, a szellem és a ravasság csak a korral és a tapasztalattal nő meg. Ezt tudnám ajánlani a magyar kormány figyelmébe, de attól tartok, hogy az összes többi éve is minden szempontból. A másik tüneményes meg tényleg ez a vélemény a politikusokról, úgyhogy nyilván vannak kivételek, de nem olyan nagyon sok, hogy ne érné meg elolvasni ezt a kis anekdotát is. Egy férfi eltéved a hőlég balonjával, és tanácstalanságában lekiabál a földre egy arra sétáló hölgynek. Elnézést kérek, tudna nekem segíteni? Utat tévesztettem, és azt sem tudom, hol vagyok. A nő így válaszol. Ön egy hőlégballonban van, a földtől mintegy 10 méterre, az északi szélesség 40, a nyugati hosszúság 50. foka között. Na hát, maga biztosan mérnök, találgat a férfi. Az vagyok, feleli a nő, de honnan tudja? A hőlégballonos a következőt válaszolja. Amit nekem mondott, az technikailag nyilván korrekt, de fogalmam sincs, mit kezdjek vele, mert még mindig nem tudom, hogy hol vagyok. Mire a nő? Maga pedig szerintem politikus. Igen, feleli a férfi, de ezt miből gondolja? Nos, hangzik a válasz, mert maga nem tudja, hol van, és azt sem tudja, miképpen éri el a célját. Jelenlegi pozíciójába a széljárás sodorta. Olyan ígéretet tett, amiről fogalma sincs, hogyan fogja betartani. Maga úgy érzi, fenn van, és az alatta lévő emberektől várja, hogy megoldják az ön problémáit. Valójában éppen abban a helyzetben van, mint mielőtt találkoztunk, de állítása szerint most már én is tehetek róla. Ez annyira kis bűbájos történet volt, és hát tényleg elgondolkozni rajta, hogy mennyire igaz, mennyire nem, szerintem 100%-ig. Tisztelet a mindig nagyon kevés kivételnek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hát bármi van, anélkül, hogy fárasztani akarnám tovább is a társaságot, bármiről nagyon-nagyon szívesen megbeszélhetünk. Mielőtt elkezdődik a kérdés felelet, az összes könyvek elfogytak, ez az utolsó. Nehogy azt higgyék, hogy és sok. Kedden érkezik Montrealba egy küldemény, úgyhogy akit valakit érdekel, az nálam megveheti, és én garantálom, hogy rövidesen eljuttatom. Ez egy olyan könyv, hogy amikor én kezembe vettem, nem tettem le, kiolvastam.